a további tancsra? Nehéz, nehéz viszonyítani. Igaz, teljesen más mérkőzés, hogy a Szeged Veszprémhoz mindig egy külön mérkőzés, tehát nem lehet semmihez hasonlítani. Úgy gondolom, hogy a másik félidei teljesítményünk az mindenképpen elég neki, hogy legyen, első félidei teljesítményünk pedig abszolút nem lesz elég. Szóval meg kell tartani ezt a másik félidei jó formát a csapatnak, és akkor jó esélyekkel megyünk Dániába. Második hazai mérkőzését is megnyerte a DVTK a Jégkorong MOL-liga döntőjében. Ezzel a miskolciak 2-1-re vezetnek a MAC Budapest elleni párharcban. A tegnap esti mérkőzésen DVTK MAC 4-3. Most a győztes csapattól hallják Tóth Adriánt. Ugye az elején jól kezdtünk, az első harmadban 3-0-ra vezettünk már, nagyon fontos.